Dr. Boros Norbert, az elmi kommunikációs igazgatója a Reális Zöldek kamerája előtt. Kérdezem, igazgató úr, emlékeztetem arra, hogy 2008-ban az önök társasága 2 milliárd forintot szánt arra a feladatra, hogy ügyfélbaráttá tegye a fogyasztókkal való kapcsolatát. Mi valósult meg ebből a fejlesztési projektből? Való igaz, hogy az áramszolgáltatás arca az ügyfélszolgálat, hiszen a mi termékünk tulajdonképpen nagyon speciális, láthatatlan termék, nem lehet becsomagolni, nem lehet rá szép, különböző színű masnikat kötni. Az ügyfelek alapvetően az alapon ítélnek meg bennünket, hogy mivel találkoznak, amikor személyesen, telefonon vagy akár interneten találkoznak munkatársainkkal, hiszen azért ez is egy olyan szolgáltatás, amiért sajnos ma még fizetni kell, számlák készülnek, ezekben lehetnek hibák, költözünk új lakásba, szeretnénk új mérőórát, új csatlakozást kiépíteni. Azt lehet mondani, hogy ez a beruházás, ez a fejlesztés igazából elérte a célját, hiszen 2-3 olyan eredménnyel is büszkélkedhetünk, amelyek azt mutatják, hogy a bekövetkezett változásokat ügyfeleink pozitívan fogadták. Mik is ezek a változások? Kiépült egy a korszerű követelményeknek megfelelő, immár internetes alapon működő ügyfélszolgálat. Nem kell tehát ügyfélszolgálati irodákba zarándokolnunk, nem kell ott az esetleges sorálás, bár ez már nem annyira jellemző mostanában, valamilyen módon elviselnünk, hanem egyetlen klikkeléssel, úgymond az adatainkat beírva közvetlenül hozzájuthatunk mindahhoz, amit a szolgáltatótól várunk. Nem is véletlen talán, hogy az elmúlt esztendőben az egyik energetikai, informatikai portáltól a legjobb ügyfélszolgálat díját megnyertük, hiszen úgy tűnik, hogy ez a fejlesztés valóban rendkívül sikeres volt. Nem csak az internetre koncentráltunk azonban, hanem a személyes ügyfélszolgálaton is nagy változások történtek. 2 mintaértékű fogyasztóirodát építettünk ki, az egyiket Budapesten, a másikat Tiszaújvárosban, ahol mindazokat az új berendezéseket, az elektronikus ügyfélkezelés módjait bevezettük, amelyek lassacskán kezdenek elterjedni más szolgáltatóknál is. És egy olyan elem is meghonosodott, amely talán egyedülálló, ez az úgynevezett mosolykampány. Ez azt jelenti, hogy az ügyfeleink a irodába történt belépéskor egy kis mosolygós kártyát kapnak, és hogyha elégedettek a munkatársnő munkavégzésével, ezt átadhatják, egyfajta ilyen személyes szimpátiát fejezhetnek ki. Ez nagyon erősen ösztönzi a munkatársak pozitív hozzáállását, hiszen minél több ilyen kártyát gyűjt egy ügyfélszolgálati előadó, ez annál inkább lecsapódik a prémiumában. Azt gondolom tehát, hogy összességében jó úton járunk, persze az elvárás is jogos, nyilván egy szolgáltatónak az ügyfélszolgálat fejlesztésére költenie is kell. Szóvivő úr, 40-50 évvel ezelőtt Heller professzor úr szorgalmazta a hőszivattyúk alkalmazását, elterjedését az energetika területén Magyarországon. Az elnő programjába, elnő émász, ha szabad így mondani, programjába vette a hőszivattyúk alkalmazását, és egy geotarifa ajánlatát teszi meg a hőszivattyú rendszert igénybevevők számára. Kérem, szóljon erről a geotarifának a lényegéről. Való igaz, hogy nem is olyan régen a magyar energetika, az energetikai tudomány a világ első volt, az említett Heller forgó professzor páros hűtőtornyai, a hőszivattyú elve nem tulajdonképpen azon csoportok közé tartozik, amelyeket bármilyen módon szégyellik, ilyen sokkal inkább büszkék lehetünk rájuk. A hőszivattyúk elterjedésnek 2 alapvető akadálya volt nagyon sokáig. Egyrészt, hogy nem volt olyan áron beszerezhető berendezés, hőszivattyú, ami egy családi házfűtésére alkalmas lett volna, ezért ezek inkább ipari méretű berendezések voltak, de az elmúlt évtizedekben, vagy még inkább az elmúlt néhány évben a klímatechnika fejlődése mellett a hőszivattyú technológia is fejlődött, ma már elfogadható és elérhető áron lehet egy ilyen készüléket venni. Az is igaz azonban, hogy akkor fognak az emberek hőszivattyúba investálni, hogyha az így nyert hőenergia vagy hidegenergia ára olcsóbb, mint a hagyományos, mondjuk gázfűtéssel nyerhető energia, hiszen ekkor éri meg. Nagyon sokáig, és talán még ma is jelentős részben csak ott alkalmaznak hőszivattyút, ahol nincs gázszolgáltatás. Azonban, ha abból indulunk ki, hogy a gázára véletlenül emelkedni fog a jövőben is, a kínai verseny miatt, a nyugat-európai kereslet növekedése miatt, akkor számolni lehet ezen készülékek elterjedéséhez, és ezt segítendő az elmű imász egy olyan tarifát, ilyen geotarifát vezetett be, amely kicsit tulajdonképpen az egykoron létezett éjszakai áramhoz, vagy új néven vezérelt tarifához hasonlít, egy olyan tarifa, amelyik nem minden időpillanatban áll rendelkezésre, de jelentős mértékben kb. Féláron olcsóbban vehető a normál tarifához képest, és azt látjuk, hogy azokon a helyeken, ahol
ma még a gázszolgáltatás nem kiépült, vagy ahol a villamosenergia szolgáltatás ezt lehetővé teszi, és nem áll rendelkezésre mondjuk például fatüzeléshez, pellet vagy bármi más olcsón beszerezhető tüzelőanyag, ott a geofarifás fűtés már igencsak versenyképes, például a Pilisben számos olyan település van, ahol a terepviszonyok miatt a gázellátás nem jöhetett létre, itt eleve versenyképes, de egyre több úgynevezett nulla energia felhasználású ökoház is kezd épülni, ahol a geotarifával működtetett hőszivattyúi rendszer részévé válik, hiszen persze okosan fűteni csak akkor lehet, ha nyilázárok cseréjére, az épület szigetelésére is gondolunk. Ez egy nagyon jó tarifa, olyannyira jó tarifa, annyira népszerű termék, hogy már a Magyar Energiahivatal is fölkarolta ezt a gondolatot, és úgy tűnik, hogy országosan kötelezően fog előállni egy olyan tarifa, ami végül is erre a gondolatra épül, és semmi más nem szolgál, mint a hőszivattyúk Helleri gondolatának támogatását. Igazgató, egyetért velem abban, gondolom, hogy a villamosenergia az egy különleges ár. Így van, nagyon speciális termék, sokan úgy gondolják, hogy a túlórodihoz hasonlít. Tehát a reálizőnek szerint talán alkotmányból kellene foglalni, hogy nem szabad ennek a szolgáltatásból senkit kizárni. Szóljon kérem arról, hogy a védendő fogyasztóknak a kezelésére milyen programja van, milyen eljárási mechanizmusa van az önök, szabad ezt kimondanom, és nagyon fontos, nyílt részvétársaság. Így igaz. Való igaz, hogy van néhány olyan alapszolgáltatás, amelyik az életünk nélkülözhetetlen része, ilyen a vízszolgáltatás, valamiféle energiaszolgáltatás. És különösen igaz ez a jelenlegi gazdasági válságban, hiszen egyre kevesebb az olyan ügyfelek száma, akik fölösleges megtakarítással rendelkeznek. Nagyon fontos tehát azt a kérdést eldönteni, hogy mit lehet tenni azokkal, akik önhibájukon kívül nem képesek bármilyen energiaszámlát kifizetni. Két alapvető gondolatot kell figyelembe vennünk és szem előtt tartani. Az egyik az, hogy azért a számla nem fizetőknek, szerencsére még csak kisebbik része a ténylegesen fizetni nem tudó, nagyon sokan vannak olyanok, ma erről éppen a Demokrata című újságban jelent meg egy cikk, akik valamilyen oknál fogva, mondjuk egy vállalkozás működtetésénél egyfajta spekuláció révén arra építenek, hogy a számlát talán olcsóbb, egyszerűbb nem kifizetni, jobb, ha a többi fogyasztó ezt fizeti. Magyarul ezt a terhet, amit a nem fizető fogyasztók jelentenek, nyilvánvalóan valakinek ki kell egyenlítenie, de fontos az igazságosság szempontjait figyelembe venni, hogy valóban csak azok jussanak ehhez a támogatási rendszerhez, akik erre rászorulnak. A legjobb, és ezt nyugat-európai, németországi példák mutatják, hogyha ez egy teljes szociális rendszeren belül történik, hiszen aki az energiadíját nem tudja fizetni, az vélhetően az élelmiszerrel, a gyerek iskoláztatásával is bajban van. Több párhuzamos ellátórendszer működtetése semmiképpen nem gazdaságos. Nem gazdaságos, egy külön nyilvántartásban kell az iskolatámogatást, egy másik nyilvántartásban a védendő fogyasztókat, egy harmadikban pedig mondjuk a lakhatási támogatást kezelni. Valahol tehát, kicsit talán szembe menve korunk neoliberális irányzatával, azt gondolnám, hogy egy központi állami feladatról lenne szó. De ez ma még nincs így, és amíg nincs így, addig is kell tenni valamit, hiszen egy akut problémával állunk szemben. Ezért a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal együtt működve mi egy olyan rendszer kidolgozásán fáradozunk, aminek az a lényege, hogy úgymond bibliai hasonlattal érve ne csak halat, hanem hálót is adjunk. Tehát az egyszeri, valamilyen módon történő megállapodás részletfizetés mellett egy előre fizetős mérőóra felszerelésével takarékosabb magatartásra ösztönzük az ügyfeleket, hiszen egy olyan fogyasztói körről van szó, ahol viszonylag kisebb az energiatudatosság, nem mindenki érzékeli, hogy a fűtés villamos energiával egy olyan házban, ahol például az ablak nem zárható, semmiképpen nem hatékony módszer, ahol sokan sok esetben nem tanulták meg a takarékoskodás módját, az a készülék, amely pontosan jelzi, hogy még hány forintnyi, hány kilovattórányi energia van hátra, sokat segíthet. Ez egy összetettebb megoldás is, hiszen mindenképpen tartozik a szeretett szolgálat részéről egy energiatanácsadás is ehhez. Sokan nem tudják, hogy mi a hasznos energiafelhasználás módja, nem tudják, hogy viszonylag egyszerű trükkökkel, a hűtőszekrény leolvasztásával, vagy mondjuk a villanyboiler vízkötlenítésével is nagyon sokat lehet megtakarítani. Reméljük azonban, hogy egyszer előbb-utóbb ez a program, kormányzati program, talán már egy újabb kormányzati programjának szintjére fog emelkedni, ahol sokkal inkább ez a fajta szemlélet, tehát az energiatakarékos szemlélet fog dominálni. Igazgató, köszönöm a interjút!